Szomszédvárak rangadóját játszották vasárnap kora délután a labdarúgó MB3 nyugati csoportjában az előrehozott első tavaszi fordulóban. Augusztus elején Bekő Balázs bányász csapata visszavágott a tavalyi osztályozó kudarcáért, most pedig Vukmir Dragán fiai zárt kapuk mellett szerettek volna revansot venni a Tatabánya legénységén. Mindkét gárdát bőven sújtották sérülések és Covid-fertőzések a közelmúltban, így lehetőséghez jutottak ezúttal is fiatal, eddig kevesebb játékperccel rendelkező labdarúgók. A vendégcsapat már az első perc közepén szögletet rúghatott eredmény nélkül, a következő jelentősebb eseményig még 10 percet kellett várni. Hajas, nagy baloldali bedobása után az egyedül hagyott Szabó az ötös sarka közeléből ellőtt labdája a túloldalon hagyta el a játékteret. A 18. percben Filipovics indításával a német lépett volna ki, azonban a 16-oson kívülre kifutó Kunsági elrúgta előle a labdát Farkas elé, akinek az ismétlési kísérlete gyengére sikerült. A 20. percben Soltészt bántották a hazai védők a kaputól 25 méternyire, a megítélt szabadrúgást Gyürki Szűcs kezébe rúgta. A 34. percben Filipovics lencsésnek továbbított, a védőkről levágódó lövése után újra próbálkozhatott, de a labda mellé szállt. A 40. percben a nagy jobboldali bedobást követően Szabó lőtt a kapu fölé. A 43. percben jelentős védelmi hiba után ismét Szabó lőhetett, Szűcsöt azonban nem hozta zavarba. A 49. percben Katona 15 méteres lövését a hazai kapus kiütötte, Német ismételt lövését viszont már fogta. 3 perccel később Lencsés a bal oldalon elfutott, beadását Filipovics a kapus kezébe fejelte. A 61. percben Radó szabálytalankodott a bal oldalon 20 méterre a kaputól, Farkas mellé csavarta a szabadrúgást. 7 perccel később Hajas cselezgetett keresztbe a 16-os előtt, átadását Farkas lőtte rá, de a védőkről az alapvonalon túlra került a labda. A 85. percben Lencsés baloldali beadása után egy kis kavarodás alakult ki a vendégkapu előtt, aminek a végén Farkas mellé durrantott. A 88. percben Denzinger jó ütemű átadását Penylik 18 méterről lőtte a kapus kezébe. Alacsony színvonalúra sikerült a két csapat ütközete, amiben szerepet játszhatott a játéktér szezon végi állapota is. Nagy veszélybe nem került egyik kapu sem a 90 perc alatt, így a pontosztoszkodás megfelelt a játékképének. Nagyon küzdelmes, nagyon hajtós, nagyon kemény párharcos mérkőzés volt. Nyilván a pályatalaja nem tette azt nagyon lehetővé, hogy igazi futball alakuljon ki, bár én azt gondolom egyébként, hogy mindkét csapat azért alapvetően próbált erre törekedni. Volt helyzet itt is, ott is, voltak szép kapusbravúrok itt is, ott is. Úgy nagyjából én azt gondolom, hogy ez egy reális eredmény. Akartam mindent tesz, hogy legyen győzelem, sajnos ez nem tudjuk győzni ez a meccse, de szerintem igazság volt, hogy döntetlen ez a meccs. Egyik csapat nem nagyon bátor volt előrefele játék, mert ugye ezt a saját kapu, hogy nem kapja a gól, mely nehéz talaj volt, szerintem kettő hasonló csapat alakoztam a meccsen. A mérkőzés előtt lemondta a Nagyatádi FC a december 6-ára kisorsolt bicskei vendégjátékát. Vélhetően 3-0-ás gólarányjal a Bicske fogja megkapni a 3 pontot, így a mostani volt az őszi szezon utolsó bajnokia a Fejér megyei csapatnak. Bicske!